élet az egy küzdelmes hely. Adott helyzetben az embert meg fogják támadni, és akkor védekezni kell. Egy őrült ötletnek gondoltam. Tényleg? Igen, szervusz. Nem nagyon mutattad egyébként. Hát persze, hogy nem mutatom. Hát az embernek az a dolga, hogy ha valaki akar valamit, akkor mondjuk azt, hogy akkor az lesz. Oké, akkor azt nézzük meg. Nem volt éppen nyáron munkánk, meg évközben sem volt túl sok, és akkor kigondoltuk, hogy kellene csinálni Keszthelyen, mert én ugye az apám Keszthelyi, és én nagyon sokat voltam a gyerekkoromban, és mindig is nagyon szerettem a Festetics kastély parkját, és gondoltam, hogy ez fantasztikus lenne, ha itt lehetne dolgoznom, és tudnánk ott valami nyári játékot csinálni. És akkor utána még a várost meg kellett győznünk arról, hogy ez jó lesz nekik, és akkor megengedték, és akkor azóta van. És tényleg most már nagyon nagy híre van, és nagyon sokan jönnek Pestről is. Hozzáteszem azt, hogy a Keszthelyi nyári játékok az talpon maradt az elmúlt 5 évben, vagy az elmúlt 8 évben, az kizárólag a Centrál Színház erejének köszönhető. Szerintem ma is, hogy nem lehet ezt rentábilisan csinálni, ez inkább csak sirán. Kicsit orr kérdése is, és ez lehet, ez ehhez való tehetség. Magyarországon nagyon sok színházban azt érzem, hogy nekem teljesen mindegy, hogy tetszik ez vagy nem tetszik, de én ezt akarom mondani, és különösen kapok állami támogatást, és én ezt fogom mondani. És akkor tetszik, nem tetszik, ezt nézed, nem is nézik. Nagyon sok esetben. Nyilvánvaló volt az számomra, hogy neki egyszerűen, ha a fejébe vesz, hogy ő most már pedig ő csinál valami olyasmit, ahol ő mondja meg, hogy mi legyen és hogy legyen, akkor nekem ebben persze segítenem kell és támogatnom, amennyire csak tudom. Ehhez tudni kell, hogy vidéken sok helyen rendezett, és mindenhol őrült sikereket rendezett, mindenhova visszahívták, 2-szer vagy maximum 3-szor, és amikor már az egész színház imádta, meg mindenki, akkor a város, a nézők. Meg a város is, meg a nézők, akkor felhívták, hogy te figyelj, annyira jókat rendeztél, most már annyira sikered, hogy most már nem hívlak. De most akkor, szóval ez milyen helyzet? Szakmailag a legnagyobb félelem volt bennem. Tehát azt tudtam, hogy valaki csinált valami vicceset a színpadon, vagy bárhol, az lehetett bármelyik színház. A bántó vicceset. A katonában az, hogy na ez a vidám színpad, vagy a bitum, rádióban. Nem a vidám színpadon. Tehát kifejezetten mindenki használta, mint fogalom, a rossz, megint rossz jelentésére. Évről évre, attól függően, hogy már én játszottam ott, akkor én tudtam hívni mást, hogy jöjjön oda játszani, akkor volt esély, hogy oda jöttek, ha én már ott voltam, akkor már ketten voltunk, vagy hárman, akkor már mások is jöttek, tehát iszonyú lépésről lépésre, milliméterről milliméterre kellett ezt az egészet így felépíteni, de egy őrült ötletnek gondoltam. Tényleg? Uh-huh. Igen, szervusz. Nem nagyon mutattad egyébként. Hát persze, hogy nem mutatom. Hát az embernek az a dolga, hogy ha valaki akar valamit, akkor mondjuk azt, hogy akkor az lesz. Oké, akkor azt nézzük meg. És hogyha majd, ha nem sikerül, az iszonyú baj lett volna, de hát hát remektem, rettegtem. Amikor megszerezted ezt a színházat, akkor először is azt mondták, hogy egy év próbaidő, és majd aztán meglátjuk. Akkor az egy év próbaidő az jól sikerült, akkor utána megerősítettek a következő 3-ra. Akkor utána a 4. évben, akkor ott addigra kiépültek a fővárosi kapcsolataim is, meg tehát, hogy látták, hogy igen, látták, hogy ez jó, 4. nap, meg 5. De azután következő viszont, ott az eldöntött kérdés volt, hogy én nem kapom meg. És ez egy iszonyatos meló. Tehát eljutni odáig, hogy egyfelől bebizonyítani, hogy hagyjuk ezt, hogy én kinek vagyok, milyen politikai pártnak vagyok a kiemel, nem vagyok semmilyen pártnak, senkije. Mert én színházzal foglalkozom, nem politikával. Tehát olyan tréfás dolgokat mesélhetnék arról az SZDSZ-ről, ami már nincs is a palettán, de mivel végig az volt, hát a Puskás az SZDSZ istálójában van bekötve, mert a Demszki idején lettem színházigazgató.
Tehát, hogy olyan vicces történeteket mesélhetnék, hogy a hasukat fognak rögtönben, mármint ezzel kapcsolatban, ezzel a politikai konstellációval kapcsolatban. De hogy egyfelől bebizonyítani, hogy de hát ez nincs, tehát itt színházigazgatásról van szó. És ezt eljuttatni az agyakig, már a döntéshozó agyáig, az nagyon-nagyon nagy meló volt. De azért Törőcsik Mari is betelefonált mindenhová. Azért hát most én azt gondoltam, hogy most nem mondom a nevét, de hát az például egy főszerep. Miért az, hogy Törőcsik Mari fölemelte a telefont, és azt mondta Tarlósnak, aki a Törőcsik Marinek okkal, miként sok más magyar ember is nagy hódolója, csömbölt a telefon, és a Tarlós kereste a Törőcsik Mari, aki fölvette, és Törőcsik Mari azt mondta neki, hogy ugye hát magától értetődő, hogy a Puskás az remekül csinálja ezt a színházat, tehát ugye, hogy az övé marad. Mire a Tarlós, aki addig csak mindenre gondol, csak arra az egyre nem. Azt se tudta kezdve a Puskás. Hát azt se tudta, persze. Na tehát a Básti Júli, meg a férje. A Básti Júli? Nem azt is tudta, hogy a Júli ott van? Nem, de egyébként miért? Hát mindenféle más dolga volt. De ezek után a telefonoltak, már a külügyből is csörgött a telefon, meg a belügyből is csörgött a telefon, meg a hadügyből is csörgött a telefon, mindenhonnan csörgött a telefon, akkor hirtelen azt mondták, hogy na hát akkor ennek azért van egy háló. Mindenesetre ez elég tragikus, hogy ez így működik, de hát mindegy. De nem, miért tragikus? Utálom, hogy így működik. Lassan megnyugszanak a kedélyek. Tehát én úgy érzem, hogy azért most 16-ban sokkal-sokkal nyugodtabb a környezet, mint amilyen volt 11-ben. De persze mindenkinek mentem, nem? Jó. Én soha nem, de én mindig pessimista vagyok, te meg optimista, de ez a csodálatos. Tehát, hogy én nem látok ebben, tehát, hogy hát ezek hogy csinálják, bezzek, azok milyen jól csinálták, tehát nem, ember semmilyen különbséget nem látok. Hát nem látok különbséget, ez nem baj, persze, oké, mert nincs különbség, hát ez rendben van. De itt arról van szó, hogy félelemben élnek az emberek, és ez szerintem nem jó. Szerintem ne legyünk ilyen. Szerintem az ember, az élet az egy küzdelmes hely. Te rendesen neki kell veselkedni, de hát az is természetes, hogy adott helyzetben az embert meg fogják támadni, és akkor védekezni kell. Azon a módon, hogy ma kell védekezni, de ez hozzátartozik. Én azt látom, hogy nagyon sok egyébként alkalmas ember ebben a világban, ez azt mondja, hogy de hát én letettem az asztalra, tessék engem megtisztelni, és leeresztett kézzel várja, amikor lefejezik. Mert hogy ő már letette az asztalra, és ő nem hajlandó ezt bizonygatni, de miért?